Köszöntöm a kedves nézőket, Vörös Csaba vagyok. Az idei Rally Európa bajnokság harmadik állomását Görögországban rendeztünk meg. A legendás Akropolis Rallyra került sor az ERC kiírásán belül. Az Istenek Rallya, így is mondhatnánk, egy misztikus hely, ahova már 1951 óta ellátogat. Nem feltétlenül mindig a rally világa, de mondhatjuk, hogy több mint 60 éve rendezik az Akropolis Rallyt. Vasili Griazsint faggatjuk. Itt állunk ezen a csodálatos helyen, nagyszerű a táj. Vasili Griazsin második a bajnokságban. Milyen érzés itt anyázni? Kicsit aggódom, hiszen nagyon magasan vagyunk. Ez nem feltétlenül komfortos számomra. Természetesen nem erre gondoltam, hanem az Akropolis Rallyra. Mi a véleményed erről a futamról? Nagyon jó rally természetesen. Óriási dolog, hogy az első napon aszfalton, a másodikon pedig murván mehetünk. Az aszfaltpályák nagyon jók, szélesek, a murvák is, hiszen gyorsan mehetünk, bár itt azért szűkebb a pálya. Időnként pedig nagyon sok kanyarral találkozunk, de ezek is szélesek, úgyhogy nagy lesz a tempó. Lautráki a helyszín, egészen pontosan a központ, 65 kilométerre nyugatra Athéntól található. 60. alkalommal rendezik meg 2014-ben az Akropolis Rallyt. 1968-ban volt már itt az Európa-bajnokság, azóta viszont nem, úgyhogy akár ez egy debütáló futamnak is mondható. Csodálatos képek és fantasztikus versenyzők, valamint autók jöttek ide, két magyar is, Érdi Tibor és Besenyei Zoltán, róluk majd később. Nézzük most először is, hogy miként készülődnek a Peugeot-nál, mivel bemutatják a 208 T16-os, leváltják a 207-est, ez még egy S2000-es volt. Craig Breen és az új holland csillag Kevin Abring vezethették az autót. Breen elmondja, hogy hosszan teszteltük a kocsit, nagyon keményen dolgoztunk, minden rendben van. Nyilvánvalóan ez még egy új autó, lehetnek gondok, de én és Kevin már nagyon vártuk ezt a pillanatot az első szabad edzéstől kezdve. Most megpróbálunk mindent rendbe tenni, és el kell felejtenünk azt, hogy valaha 207-essel mentünk. 208-as főszerepben tehát. Kevin Abring, akiről szó van, korábban Volkswagen gyári versenyző volt. 6 futamos programban vesz részt a T16-ossal. Fontos számunkra, hogy megosszuk egymással az adatokat, nem titkolunk el semmit. Ez egy kiváló verseny, hiszen megfigyelhetjük, hogyan viselkedik az autó aszfalton és murván. Megpróbáljuk bemutatni, hogy az autónak mi az erőssége, de természetesen elsőként az lesz a fontos, hogy megtaláljuk a jó ritmust. Abring kontra Breen, Peugeot belül. Melyikőjük tud felállni majd a dobogó tetejére. Mind a kettőnknek az a fontos, hogy jól teljesítsünk. Érdekes lesz, de nekem mindenképpen tanulnom kell majd tőle, hiszen sokkal nagyobbak a tapasztalatai a négykerekes, négykerékhajtású autók terén. Mindent összevetve, mondja Craig Breen, nagyszerűen érezzük magunkat, jó barátok vagyunk, évek óta ismerjük már egymást. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg mindent tud hozzáadni a csapathoz, és bízom benne, hogy ő is így van vele, tehát én is szeretném őt segíteni. Nagyon izgalmas év előtt állunk. Kezdődjék hát a futam. Az első, a második és a harmadik szakasszal indítunk. 21-22 kilométer, sőt van 23 kilométeres gyorsaság is. Jó tempójú aszfalt szakaszok következnek. Kevin Amring a képen a Peugeot-val. Nagyszerűen kezdett. Utoljára négykerék hajtású autót Monte Carlo-ban vezetett még 2012-ben. Új navigátort kapott Seb Marshall személyében, de úgy tűnik, hogy minden rendben működött. A harmadik szakaszon sikerül átvenni a vezetést. Teljes meglepetés ez a rally, mondja Abring. Az aszfalt és a tapadás állandóan változik.
Itt van Craig Breen, továbbra is a Peugeotra koncentrálunk. Ebring ideje 10 perc 9,7 másodperc a harmadik gyorsaságén. Iszonyatos sebességgel halad Breen, és 3,8 másodperccel jobb nála. Nem is tudom, a út felülete nagyon csúszik helyenként, és bár ez igaz bármelyik másik versenyre, nagyon nehéz megtalálni a fékpontokat. Sebességünk azonban nem rossz. Priam Huffy érkezik a Citroennel, ez a DS3-as. Lettországban nagyon jól rajtolt, Lettországban volt korábban a rally. Itt, mint hogyha elcsapott volna egy követ. Lehet, hogy a patka volt magasabb a kelleténél. Buffy lassul. És ront is. Talán éppen a defektnek köszönhetően elmegy 18 másodperc. Így az összetetben visszazuhan a negyedik helyre. Kajetan Kajetanovics a képen Lengyelországból, ez a Ford Fiesta R5-ös. Lengyel bajnok Kajtó, akinek ez a beceneve. Először jár Görögországban, úgyhogy nem is várt magától csodát. Ojj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 
el egy jelentős hibát. Elmegy 10 másodperc. Ő pedig már ez a Pekka Lappi, a Skoda Fabiával, ez még egy S2000-es. Az a gondja Lappinak, hogy szemben az R5-ösökkel a végsebessége nagyon halvány, 170 km per óra. A turbós autók 200 km per órával mentek. Egyébként még egy 10 másodperces büntetést is kapott Lápi, úgyhogy nincs az első ötben. Az egyik szakaszon előbb rajtolt el. Tehát akkor Abrink, Brin, Kajetanovic a sorrend. Következhetett az A-szervíz. Itt egy portugál csillag, Bruno Magalhães, aki visszatért az ERC-be. Egy Peugeot 207-est vezet, ez egy S2000-es modell. És nagyon várja, hogy már a T16-osba is beülhessen. Nagyszerű, hogy eljöttem ide. Jó a program, amiben részt veszek, hiszen 6 rallin indulhatok. Megpróbáltam új szponzorokat szerezni erre az esztendőre. De természetesen, hogyha ez nem lehetséges, akkor maradunk itt, vagy a következő évre koncentrálunk. Én pedig arra várok, hogy végre az új autót, a Peugeot 208 T16-ost megkapjam. Most a 207-essel vagyunk itt. Bruno Magalhães a pályán. Elszúrta a gumiválasztást. A keményebb Pirelli gumikat választott. Úgyhogy nem igazán találja a beállítást. A hetedik helyről folytatja majd a versenyt. És a folytatásban beszélni fogunk a regnáló Európa-bajnokkal, Jan Kopeckivel is, ugyanis elutazott ide, és néhány információval látott el bennünket. Folytatjuk az Akropolis Rally összefoglalóját, ez már a negyedik gyorsasági. Sepp Wiegand a képen a Skodával. Három szakasz után az ötödik. Másik Skodással szemben, Lapival szemben 8,3 másodperc az előnye. Azonban a felfüggesztése tönkre megy. Sepp Wiegand tehát feladja a versenyt. Kevin Abring száguldott el mellette. Sokáig azonban nem szágulhatott, mivel később aztán ő is feladta a versenyt a vízszivárgás miatt.
Nem jó hír a Peugeot-nak. Aggódhatott Craig Binnen, hogy vele is hasonló forduljon elő. Egyelőre minden oké az írrel, hiszen óriási sebességgel közlekedik a pályán. Picit csúszós, mint ahogy mondta korábban, de minden rendben van. Helyenként csúszott a pálya, de örülök annak, hogy az első napot befejeztük. Nagyon bízom abban, hogy majd az éjszaka folyamán is vezetni fogunk. Fantasztikus volt ez a nap. Cayetano Micho képen, aki második az összetetben. A második helyért ő, illetőleg Buffyé megy. Újra összecsapnak. Nézzük Kajto idejét. Tíz perc körül. Még hozzá. 10.03 kereken. Ezt könnyű megjegyezni. Jön tehát Buffyé. Itt a második hely. Kajto ideje. És valahol a környékén lesz a francia is. Valamivel előtte 1,3 másodperccel. Így az összetetben mindössze 3 tized a különbség. Nagyszerű nap volt, mondja. Elkövettem persze hibákat, de az autó tökéletesen működött, ez tény. Tekintettel a trükkös körülményekre elégedettek lehetünk, holnap pedig egy újabb nagy nap következik. Breen, Buffyé, Cayetano Micho, Lappi és Grigiasin a sorrend. Breen előnye nem volt tetemes, mindössze 14,7, illetőleg 15 másodperc. Egy csodálatos ország, egy fantasztikus helyszín, és egy legendás rally, az Akropolis Rally. Mi pedig bebocsájtást nyerünk a B-szervizbe, ahol is találkozhatunk Jan Kopeckivel, a címvédővel. Nem indult most Kopecky, úgyhogy néhány tanáccsal ellát bennünket. Beszéljünk a felfüggesztésről. Mint ahogy mondja, hát ez nagyon fontos, ugyanis arra van szükséged, hogy a lengéscsillapítód rendben legyen az autódnak, mivel az aszfalton azért puhább kell, viszont Murván jóval keményebb, miután ugye két különböző típusú pályán kell menni, két különböző napon. Így ez nagyon nagy dolog a szerelőknek és a csapatnak. Ami a fékeket illeti, ez azért érdekes, mert hogyha Murvára megyünk, akkor kisebb a fék, ott 15-ös kerekeket használunk, aszfalton pedig 18-as kerekeket, úgyhogy itt jóval nagyobb a fékvetét. Ami a kereszttartót illeti, ezt ki kell cserélniük természetesen, hiszen teljesen más az aszfalt és a Murva ezen a versenyen is úgy általában, úgyhogy az egész beállítást újra kell majd szervezni, amikor véget ér az első nap. És akkor a sebességváltóról egy mondatot, itt is újat szerelnek be az autóba természetesen, hiszen aszfalton és Murván is másképp váltanak a versenyzők. Második napon is rendelkezésünkre állt Jan Kopecky, mivel bizonyos értelemben kommentálta a történéseket, a 7., 8., 9. szakaszt. Van egy 18 kilométeres, egy 22 kilométeres gyorsaságink, illetőleg ugye ezek majd ismétlődnek. Kopecky beül a helikopterbe, és felülről szemléli majd a dolgokat, az eseményeket. Hello, EP, how are you?
Helikopter operatőrével beszélget Kopecky. Mi a legnagyobb nehézség ezen a pályán, kérdezzük tőle. Az, hogy az úton maradjál, ez természetes. Meg kell találni a legtisztább utat, és utána azt kell követned, máskülönben elveszíted a tapadásodat. Első autónak menni mindenképpen hátrány, mert jóval koszosabb a pálya, és az utána jövők egy sokkal jobb pályán mehetnek. Kisebb a rizikófaktor. Ja, nagy köveket is eltakarítod, hogyha elől vagy. Az a legjobb, hogyha hátulról rajtolhatsz egy ilyen pályán. A murvás pályák itt nagyszerűek, hiszen én ezen a rallin mentem 2006-ban és 2007-ben, és el kell mondanom, az idei valahogy jóval nehezebbnek tűnik, meglátásom szerint. Srácok nagyszerű munkát végeznek. Nagyon jónak tűnik a pálya. Beszéljünk akkor a Citroen karakterisztikájáról. Természetesen erről az autóról elmondhatjuk, hogy egy új generációs, teljesen új autó. Láthattuk a korábbiakat, hogy micsoda változás történt. Az R5-ös Peugeot is teljesen más, és sokkal jobb, mint a korábbi volt. A Skoda egyelőre hátrányban, de biztos vagyok benne, hogy az új autójuk nekik is nagyon jó lesz. És elmondhatjuk, hogy itt a hang a ralliban nem változott, mert ülve a helikopterben is hallom a kipufogó hangját. És mit mondhatunk a Peugeotról? Ez egy teljesen új autó. Gyönyörűnek hat, nagyszerű a sebessége, legalábbis ami az aszfalt szakaszokat illeti, ezt szűrhettük le. Biztos vagyok benne, hogy majd Murván is hasonló lesz. Ez egy új kategóriás R5-ös autó turbóval felszerelve, nagyon nyomatéka, nagyon látványos, gyönyörű autó. És láthatjuk, hogy folyamatosan csúsztatják a versenyzők, úgyhogy meglehetősen szórakoztató egy ilyen kocsit vezetni. Szórakoztató a versenyzőnek és a nézőnek is. Nem maradt más hátra, mint hogy befejezzük az Akropolis rallit. És így az összefúraló elején gyorsan beszéljünk arról, hogyan teljesítettek a magyarok. Az NS-eknél szerepelt Érdi Tibor és Táborszky Attila egy Mitsubishi Lancer Evo 9-essel. Érdi Tibor nagyon jól kezdte a versenyt, fantasztikusan autózott, azonban dráma a végén, az utolsó szakaszon veszít. Hátsó felfüggesztése ment tönkre. És ami a tavalyi bajnok, miközben itt Griazsinál félre, dráma itt is tehát. Vasilij Griazsin az orosz versenyző, aki lett licenszel autózik, szóval visszakanyarodva, ugye tavaly bajnok volt Besenyei Zoltán a kétkerékhajtású apnál, és ezen a futamon Besenyei Zoltán, Nyírfás Juli páros a Honda Civic-kel az ötödik szakaszon átvette a vezetést, aztán a 11-én elveszítették, így a második helyen zárták kategóriájukban a versenyt. A Kajtónak, azaz Kajetanovicsnak gondjai támadnak a kormányszervóval. Itt történik mindez a 8. szakaszon. Jaroszláv Barán próbált valamit csinálni, ahogy mondta, rezeteli a kompjútert, tehát újraindítja. Aztán folytatták. Lepillantunk. És itt azt látjuk, hogy már minden rendben. Brian Buffier a Citroennel. Most
úgy tűnt, hogy minden rendben. Elképesztő küzdelem közte és Kajetanovics között a második helyért. A különbség minimális. 4/10 másodperc. És már nincs olyan sok hátra, Craig Breen vezet továbbra is. No, beszéljünk a gumikról. Sok mindenről beszéltünk már, erről még nem. Brian Buffier próbálja elmagyarázni nekünk a különbségeket. Két különböző gumit hoztunk ide. Ugye van az aszfalt és a murva. Az aszfalton sokkal kevesebb a vájat, a murván pedig értelemszerűen sokkal több, mert jóval csúszósabb úton megyünk. A murvás gumik kisebbek, mint az aszfalt gumik, hiszen a murva ez teljesen más típusú versenyzést igényel, például a murva guminak az oldala jobban meg van erősítve, mivel nagy köveknek mehetünk neki, és el kell kerülnünk a defektet. Az aszfalton ilyen probléma valószínűleg nem fordul elő. Ami az aszfalt gumikat illeti, a Michelin 4 különbözőt hozott ide, van a Super Soft, az R11, az R21, és az R31, és ami a murvát illeti, két összetétel van, az S1 és a H1. A H1 ajánlatos ezen a rallin, hiszen rengeteg a kő a pályán, de hogyha elkezden esni az eső, akkor az S1-est tudnám ajánlani, hiszen sokkal kényelmesebb, sokkal jobb vezetni az S1-est esőben, mint a H1-est. 11. szakasz már a képen. Most már tényleg a véghajrában vagyunk. Lássuk akkor, ki lesz a második, illetőleg a harmadik. Kajetanovicsal kezdünk. Úgy döntött Kajetanovics meglepetésre a 11. szakaszon, hogy egy picit visszavesz a tempóból, és nem fog már tovább harcolni. Ennek köszönhetően az ideje 11 perc, 47,3 másodperc. Halljuk, mi is történt. Én úgy gondolom, hogy nem valami okos dolog olyan versenyzővel harcolnod, akinek nagyobb a tapasztalata. Ugye ez az, amit vagy elhiszünk, vagy nem, de egyébként Kajetanovicsnak igaza volt, mert nagyon értékes az Akropolis Rallyn a harmadik hely. És akkor itt van Buffier, övé tehát az ezüstérem. Több mint 10 másodperc a különbség, és így az előny 11-2. Kaito-nak valami gondja van? Azt mondta, hogy nem, de én nem hiszek neki. Hogyha nincs gondja, akkor a mi időnk nagyszerű. Ez néhány felvétel Griázsin a képen, aki hatodik lett az összetetben végül. A portugál Magalhães az ötödik. Lápi pedig, aki elveszíti a vezető helyét a bajnokságban, a negyedik. Kaito remek szerepléssel a harmadik tehát. És az utolsó 13. szakasz összefoglalója következik. Brian Buffier és Xavier Panseri nagyszerűen vezetett ezen a versenyen. Győzelem nem jött össze, bár azért érdemes hozzátenni, hogy a vége felé elkezdték kergetni Brint. Addig csatázott Kaitoval, ami kis ilyen az éllomast is utolérte. J'ai fait quelques erreurs durant le week-end et puis on les paye maintenant et c'est la course, c'est comme ça. Természetesen mi más lehetne a legfontosabb, mint az, hogy célba értek. A Craig Breen talán jobban aggódott, mint bárki más, hiszen egész végig, hát azért nem egész végig, de a rally jelentős részében az élen áll. Végül 8,1 másodperccel veri meg Buffiert.
have no time for him yet. And there's no time on the Nincs még időnk, mondja Breen. 12.04, tehát megvan a győzelem itt a mama, illetőleg a papa. Mint hogyha a Holdon járnék. Bedobtuk ezt az autót a köztudatba, és egy ilyen tradicionális versenyen az Akropolis Rallyn tudunk nyerni. Ez fantasztikus. Nem is tudom elmondani, hogy mennyire boldog vagyok. Szerintem én vagyok most a legboldogabb ember. Mit jelent Craig Breen életében ez a győzelem? Ez életem legszebb napja. Breen, Buffy, Kajetanovic, Lappi és Magalhães az első öt. Változatos, nagyon szoros és kiváló versenyt hozott az idei Akropolis Rally. Jól vizsgázott a Peugeot 208 T16-os a lehető legjobban. Mindent vitt egyébként Craig Breen ezen a futamon. Ő lett az aszfalt, illetőleg a murva menő. És többek között jövő lett a Colin McRae trofi is. Úgyhogy le a kalappal Breen előtt, tökéletes versenyt futott. Az ERC nem ér véget, természetesen folytatódik Görögország után is. 3 hét múlva Írországban lesz legközelebb forduló, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra, viszont hallásra Vörös Csabát hallották.